több veszélyt is rejt magában a vendégmunkások foglalkoztatása. Az egyik az, hogy letörik a magyar béreket, a másik, hogy arra készteti, illetve arra ösztönzi a magyar munkáltatókat, hogy nem kell betartani olyan szigorúan az európai és a magyar munkavédelmi szabályokat. A kampányban jártuk az országot, több mint 8000 kilométert tettünk meg, célzottan gyárkapukhoz mentünk, ahol dolgozókkal beszéltünk. Volt olyan gyár, ahol minden második dolgozó tudott magyarul. Ukrán, mongol, szarvason már indiai vendégmunkások dolgoznak, akik egy olyan munkakultúrából jöttek, ahol ismeretlen fogalom a munkavédelem. Ráadásul pontos adataink vannak arról, hogy lecsökkentek a munkavédelmi ellenőrzések, ezzel viszont egy időben nőttek a munkabalesetek számai. Tavaly 80 ember halt meg munkabalesetben, 23 ezer sérülés volt. 4 éves viszonylatban 27%-kal emelkedtek a sérülések számai. Kiszolgáltatják a magyar munkavállalót a multinacionális cégeknek, és sajnos most már elindult egy olyan folyamat, hogy vannak cégek, amelyek nem csak a munkaerő hiányt akarják megoldani így, hanem munkaerő cserét kezdtek el alkalmazni, ami azt jelenti például Székesfehérváron, hogy a magyar dolgozó, ha kinyitja a száját, akkor rögtön megkapja, hogy semmi gond, mehetsz ki az utcára, mert jön helyetted az ukrán munkavállaló. Ezt aljas zsarolásnak tartjuk és visszautasítjuk, és ezért is hangsúlyozom, hogy szükség van erős szakszervezetekre, hogy ezt a folyamatot megállítsák. Azt természetesen tiszteletben tartjuk, hogy van vendégmunka. Az Európai Uniónak az egyik nagy vívmánya ugye a szabad munkaerő áramlás, tehát nem vagyunk ellene, még egyszer hangsúlyozom, de az, hogy a kormány ösztönzi azt, hogy külföldi munkaerőket hozzanak be és lecseréljék a magyar munkavállalókat, ezért határozottan fellépünk és tiltakozunk. Szóval Vasasnak van...